nézőink, akkor most folytatjuk, mégpedig, hát ugye úgy illik, hogy a hölgyet köszöntsük, köszönöm, Pál Évát köszöntöm, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom Csepeli képviselőjelöltjét, Székes Sándor országgyűlési képviselőt, az ISZOMME képviselőjét. Jut eszembe. Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk, és Csepel Soroksár. Csepel Soroksár, jó van, ezen... Csepel, az ugye a fejemben van. Soroksár, az én Pestezsébet nekem... indulok, ez csak így mellékesen jegyzem meg. A Soroksár az még kijebb van, ez nekem már kijebb esik, vagy illetve nem tudom. Hát azért ott is van 20-valahány ezer ember, tehát... Nem is bántanom őket, csak hogy... Vannak olyan részei a városnak, ahol én olyan ájul csodálat, ez ajvé, még mindig Pesten, vagy Budapesten vagyunk. A legelőször azt szeretném megtudni, hogy itt volt Türmer Gyula az imént, és ő mondta azt, hogy az ellenzéki pártok tegnap ezt a minimálbéremelés nem szavazták meg. Mint országgyűlési képviselő kérdezem. Vagy a képviselőtől kérdezem, hogy nem akarok nekik tanácsot adni, de nem lett volna okosabb, praktikusabb azt mondani, hogy igen, megszavazzuk, mi nem tartjuk elégnek, de majd, ha ne adj Isten, mi jövünk, akkor majd mi még emelünk rajta, vagy mi történhetett? Tényleg ennyire hülyék? Már bocsánat. Elnézést kérek a nézőktől. Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, az ISZOM, az ugye mi azt szeretnénk, hogy 250 ezer forint legyen a nettó minimálbér. Gyakorlatilag ezt az egész témát, ugye az, hogy most egyáltalán erről a minimálbérről beszélünk, az ISZOM dobta be. Ezt mi kezdtük el gyakorlatilag, mert eddig gyakorlatilag ez nem volt fontos téma. És ugye ezt én azt gondolom, hogy mi ehhez nagyon sokat hozzátettünk, és nagyon komoly kampányt folytattunk ezért. Ugye azt borzasztónak tartjuk, hogy ugye a kormányzó párt az most ugye úgy emel, kicsit ugye bruttóba megközelítette a mi értékünket, de hát ugye a valóságbolygó az, hogy még ezzel az emeléssel is csak 131-2000 forint lesz a nettó, amit az emberek készhez kapnak. Ugye mi azt szeretnénk, hogy 250 ezer legyen. Tehát ugye nagyon nettó, ugye, amit készhez kapnak. Tehát ugye nagyon nehéz ez a helyzet, plusz ugye mindenféle adószabályozásokat is vezettek be hozzájuk. Úgyhogy őszintén szóval az van, hogy én benn voltam a Magyarországgyűlésben, de és szavaztam is, de tartózkodtam, hogy ezzel a kiegészítéssel, hogy hát persze rendben van, csak hát ugye gyakorlatilag nem történt semmi, csak ugye eladják, mint hogyha valami fantasztikus dolgot csinálnak. Az, hogy az ellenzéki pártok miért nem jöttek be, én nem akarom ezt minősíteni, mert nyilván szerintem nekünk országgyűlési képviselőként az a dolgunk, hogy bent legyünk és a véleményünket kinyilvánítsuk, amivel megbíztak minket az állampolgárok. Ha nem ezt teszük, akkor forradalmat kell csinálni, amivel én ugyan, de úgy látom, nem történt meg, tehát hogy ezt, tehát, hogy miért nem jöttek be, azt nem tudom hova tenni. Azt tudom, hogy sajnos, ha jól értem, ugye a 6-os fogat vagy 7-es fogat pártjainak nincsen határozott álláspontjuk, hogy egyáltalán akarnak-e minimálbért, vagy hogy mekkorát, vagy hogy hogyan. Világos. Talán ez is oka lehet ennek a dolognak. Azt is mondta Türmer Gyula egyébként, hogy az embereknek előbb vagy utóbb kinyílik a szemük, mert ugye van mindenféle adókedvező, adóvisszatérítés, stb. De már ugye megbejelentett a miniszterelnök az 5%-os nyugdíjemelést, ami ugye egyes közgazdászok szerint azt jelenti, hogy alsó hangon 5-7%-os inflációt jelenthet előre. Nem maga a nyugdíjemelés, hanem az, hogy bejelentették magát a nyugdíjemelést. És mondjuk teszem azt Csepelem piacon volna. Szemkinyílás az érezhető. Mondják, hogy aj, kedves Éva, most van az a pont, hogy tulajdonképpen tele van a hócipőnk. A hócipő tele van, igen. Jól fogalmazott. Valóban így van egyébként. Nagyon, nagyon sok embernek azt mondja, hogy jó, hát fölemelték mondjuk, vagy fölemelik, vagy kapunk most egyszer 80 ezer forint nyugdíjat. De hogyha visszagondolok, akkor az infláció az eltelt év alatt, ha ezt elosztjuk, ugye, akkor ez havonta néhány ezer forint, és ez bőven alatta van az inflációnak. Ugyanúgy, mint ahogy egy 5%-os emelésnél, ugye én hallottam 9%-os, sőt, hát ugye egyes élelmiszereknek, stb. Az ára akár 30%-kal följebb ment, úgyhogy ez még mindig a mínusz kategóriát erősíti sajnos. Nekünk az a feladatunk,
hogy ugye ez a 250 ezer forint nettó minimálbér, amit az első pillanattól kezdve mondtunk, és hát azért belegondolok abba, hogy Székely Sándor, aki ezt elindította, ezt az aláírás gyűjtési akciót az országban, ő lement a körülbelül annyian 100, talán 123, ha jól emlékszem, ilyen kisebb városokba, falvakba, és 318 ezer ember írta alá. Tehát akkor nyilvánvaló a nyugdíjaknál, ugye mi a 150 ezer forintos minimum nyugdíjat, ami meg kell, hogy mondjam, hogy már most úgy látom, hogy kevés lesz. Ugyanígy ez a 250 ezer forintos nettó minimálbér, ez szintén csak a minimum. Ennyi kell ahhoz ma Magyarországon, hogy egyáltalán létezni tudjon az ember. Én nem is tudom, én csodálom, komolyan mondom az embereket, hogy tudnak ennyi pénzből megélni. Na most ez a 130 ezer nettó, amiről az előbb volt szó, ugye, hogy fölemelik 200 ezer bruttóra, és abból 130 ezer, hát az semmiféle, tulajdonképpen nem oszt, nem szoroz, hogy így mondjam, mert lehet, hogy 20 ezer forinttal több, de 20 ezer forintért ma a piacon nem nagyon lehet bevásárolni egy hétvégére. Egyébként ebbe a 300, ha már ennyit emegettük ki, mert Gyuláikat és a Munkáspártot, akkor ők ebbe ugye a kampányokban ők segítettek, igen, és ők több mint 50 ezer aláírást hoztak ehhez az ügyhöz, ugye ezt a dolgot mi együtt csináltuk. Egyébként jut eszembe csak egy gyors kérdés, hogy áll a Viszoma jelölt állítása? Én nyugodtan mondhatom, mint jelölt állítási koordinátor, hogy nagyon jól haladunk. Természetesen nincs még meg ez a 71, mert azért a jelölt állítás nem annyira egyszerű, nem csak nekünk, ezt mindenki másnak is, hiszen itt olyan emberekről van szó, akik ugye munkás emberek, dolgoznak, tehát a munkájuk mellett mindenféle szakmából jönnek, tehát cukrásztól kezdve a lakatosig, a nővérig sokféle variáció van, és hát gyakorlatilag ezek az emberek nagyon nehezen tudják, hogy így mondjam, minden napjaikba ezt betenni, de szívvel lélekkel csinálják, hiszen az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom azért jött létre pontosan, hogy ezt a 4,5 millió dolgozót képviselje, és ezek az emberek pontosan tudják, hogy mi az, amit képviselnünk kell majd a parlamentben, és mi az, amiről beszélünk. De hogy lesz listánk, tehát ez biztosan tudom mondani, hogy nem 71 jelölt lesz, hanem lesz ráhagyás, úgymond. Hát ráhagyás, ugye itt a tűfok az nyilván az ajánlás összegyűjtése, ez egy nagyon nehéz feladat, főleg egy ilyen, hát most egyébként mindenkinek szerintem, de egy ilyen friss pártnak, mint amilyenek az ez mindenképpen, de azért, bár friss párt vagyunk, azért van egy 10 éves tapasztalatunk még a szolidaritás mozgalom idejéből, és hát ugye Szanyi Tibor sem most került a politikába, tehát nyilván meg fogjuk oldani ezt a kérdést. Ilyenkor karácsony előtt mindenkiben van ilyen jótékonykodás, ételosztás. Nem vagyok tőle boldog. Mit gondolnak? Mondom először én lehetek most egy kicsit. Persze. Hogy szóval szerintem mi ugyanazt gondoljuk, mi nekünk, hogy ez a karácsony előtt elkezdeni ajándékot osztani, szóval egyébként tehát nem baj, mert legalább akkor, szóval, hogy ebből, tehát hogy ez nem a szándékot kérdőjelezem meg. Ez egy kicsit problémás, ugye mi azért úgy vagyunk ezzel, hogy mi egész évben dolgozunk ez ügyben, tesszük a dolgunkat folyamatosan, nem csak karácsonykor, hanem mondjuk januárban is, meg februárban is, meg márciusban is. Ruhát osztunk, ételt osztunk, mindenféle karitatív ügyekben segítünk és támogatunk. Tehát szervezetileg is, tagjaink különkülön is, egyébként szervezetileg is mindenhol. Tehát mi ebben hiszünk, hogy ezt folyamatosan csinálni kell, de mi ebből nem csinálunk politikát. Tehát a mi baloldaliságunk az, hogy a dolgozó embereket szeretnénk kiharcolni, legyen fizetésük. Szolgáljuk. És nyilván a legelesettebbeknek segítünk, de nem gondoljuk azt, hogy ebből nekünk politikát kellene építenünk, sem karácsonykor, és egyébként márciusban sem.
Nekem van egy olyan mondás, amit én szoktam mondani, hogy a jónak élnie kell, és nem feltétlenül elismerést aratni. Tehát nem, én a karácsony mindig azt látom, hogy akkor mindenki úgy gondolja, hogy egész évre most letudtam. Tehát én most jótékonykodtam, és akkor itt vége. Szóval itt én már megcsináltam a magamit. Itt nem erről szól a dolog. Nálunk, legalábbis nálunk, ugye, nálam a fiammal is arról szól a dolog, hogy szeretjük egymást, és együtt vagyunk, és egymásért küzdünk. Világos. Na most ez kellene egész évben, és én ennek a híve vagyok. A zsidó hagyományban ugye van a adományozás, ami a legfontosabbak egyike, és annak az igen. a lényege, hogy az adományozott sose tudja meg, hogy ki volt az adományozó. Mert nem az a lényeg. Nem az a lényeg. Igen. Egy fontos kérdés még marad bennem. Tételezzük fel, hogy az igen szolidaritás magyarországi mozgalom bekerül a parlamentbe. Hát ez így lesz. És olyan egálra jön ki a táborok között az eredmény, és akkor van az, hogy hát, mérleg nyelve. Ebben az esetben mi történik? Ebben az esetben mi természetesen azt fogjuk csinálni, ami a magyar embereknek az érdeke, tehát a magyar dolgozók érdeke, és ki fogjuk harcolni a 200 ezer forintos minimál bért, a 100 ezer forintos minimál nyugdíjat és a 50 ezer forintos családi pótlékot, és a többi programpontokat, amik Áder János tervben van benne, a 350 ezer forintos bért az egészségügyben dolgozóknak, a rendvédelemben dolgozóknak, a tanároknak, és az összes többi ügyet, amit mi fontosnak tartunk. Másképp teszem fel a kérdést, kívülről vagy belülről? Szerintem ez még valóban nagyon messze van. Na, persze, játszunk el a gondolattal. Játszunk el a gondolattal, de hogy mondjam... Menjünk át a hídon, akkor a hídon adat, így van. Ősi Dakota mondás. Tehát szerintem ma jelen pillanatban senki nem tudja megmondani, hogy mi fog történni a magyarországgyűlési választásokon, annyira lehetetlen a helyzet szerintem, vagy annyira bizonytalan a helyzet nagyon sok szempontból. Úgyhogy azért, hogy lesz kormányzás, ki fog itt kormányt alakítani, és milyen technikákkal, én ebben biztosan nem mennék bele. A kormányt ezt rendszeresen kritizálják. Most szeretem egy kicsit beszélni ennek a ellenzéki összefogásos annak miniszterelnök jelöltjéről. Csak egy mondat erejéig. Vállalható, igen vagy nem ez a figura? Hát részünkről nem. Ez egy, de nem is, ami, egy szóval. Nekünk van miniszterelnök jelöltünk, ugye a Szanyi Tibor. Hát mi őt... Nem úgy ért, általánosságban véve értettem. A hosszabb válaszom az, hogy nyilván Márki-Zay ember egy... Nem ismerjük egymást, de én már feltételezem, hogy egy jó ember. Ugye nem dobálja kővel a repülőt, tudjuk. Igen, tehát, nyilván egy családos ember, saját bevallása szerint egy keresztény konzervatív gondolkodású ember, de mi egy baloldali párban vagyunk, baloldali gondolatokat vallunk a magunkénak. Hát ugye ez a kettő nehezen tud, tehát ugye amíg ő amerikai típusú piacgazdaságot akar, addig mi szocializmust akarunk. Jó, értettem. Tehát hogy ez így, hogy mondjam, nekünk ez így nagyon nehéz, de hogy egy elnézem még ez, ha jól értem, akkor még az őt támogató pártok között sem egyértelmű az ő támogatottsága, és ezt, ha jól értem, ő is érzi, hiszen egy hetediket gründol itt a miniszterelnök jelölti kampánya közepén, hogy ha jól értem, akkor ott sem teljesen az elfogadás. Alapítsuk mi is még egy-két pártot. Jó. Hát itt van az igen szolidaritás Magyarországon. Nem kell alapítani, mi itt vagyunk, baloldaliak vagyunk, és társadalomkritikusok. Helyes. Boldog ünnepeket kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt voltak. Mindenkinek boldog karácsonyt, boldog ünnepeket. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Kellemes ünnepeket, köszönjük szépen.